Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket is. Én Farkas Névet vagyok, mi vagyunk a PPH egyik 10-es szintű igazgatóházas párja. Én Farkas Tibor vagyok, én is szeretettel köszöntöm Önöket. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a PPH vezetői közül ma mi lehetünk itt a házigazdák. Nagyon örülünk, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel. A mai képzés két részből fog állni, egy tudatosságfejlesztő előadásból, továbbá egy ember és életjobbító coach képzésből, szünettel együtt kb. 3 és 1 negyed órát fog igénybe venni. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, hisz nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. A PPH előtti foglalkozásom gyógyszertári asszisztens volt, mára viszont már csak a PPH tanulói csapatszervezés a fő tevékenységem. Itt élünk Porcsalmán, a családi helyzetem házas. A PPH előtti foglalkozásom informatikus volt, mára viszont a PPH tanulói csapatszervezés a fő tevékenységem. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mestercoach és boldogság specialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Mesterünk 37 éve foglalkozik emberekkel, 33 éve van saját szervezési csapata, 31 éve hozta létre a PPA közösséget. Nagyon érdemes odafigyelni, főleg arra a tanításaira, amit a jövővel kapcsolatban mond, ugyanis azok mindig úgy szoktak bekövetkezni. Az előadónk egy olyan mester, akinek a tudása, képességei és tapasztalatai olyan paratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben egyedülálló még a mi mesterünk, akkor arra jutunk, hogy az egyetlen személy, akinek a vezetésével 4 különböző területen ért el egy szervezet piacvezető pozíciót úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. Mesterünk az egyetlen tanító a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Élő emberként ő az, aki élet és emberismeretet, továbbá a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Egyedülállóan, közvetlen égi forrásból tanítja az embereket. Neki van a legrészletesebb információja a bolygó szinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes szeretett korszakról, az aranykorról. Mesterünk életküldetése az emberek lelki fejlődésének olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az a szeretett korba, az aranykorba. Szeretném megkérni, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzésünket mesterünk, a szervezetünk alapítója és vezetője, Szabadcsik Miklós, mestercoach. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Örömmel jövök mindig erre a környékre, mert anyai ágon az őseim, idevaló esélyek, Szatmár megye, régen megye volt, ugye? Szatmár vármegye, annak idején. Tehát erre a részre. Innen egy olyan 50 kilométerre. Ugye Tiszabecs, ahova tartoznak a őseim, és hát most a rokonaim jelentős része is azon a környéken van, illetve abba a faluba. Úgyhogy egészen kisgyerekkoromtól én rendszeresen tartózkodtam itt ezen a környéken, úgyhogy, sőt, meccsekre jártam. Ugye, mikor a Tiszabecs focizott különböző csapatokkal. Úgyhogy egy pár faluba jártam, éppen Porcsalmán nem jártam, csak azóta, az elmúlt években, mióta Porcsalmáról elindult a PPH, ugye ezen ország részben. Mennyire vagytok elégedettek jelenlegi világunkkal? 0%. Beszélgettünk itt az elmúlt napokban, mert már ugye ezen a környéken vagyunk. Mióta péntek óta,
Nem, csütörtök óta. Csütörtök? Csütörtökön jöttünk? Nem, pénteken jöttünk, jó. Péntek óta. Igen, mert ma vasárnap van. Jó. Hát péntek óta, és akkor beszélgettünk. És hát érdekes gondolatok fogalmazódnak meg az emberekben. Ugye ez a tiszabecsi rész, az a legkeletibb csücsök. A jelenlegi Magyarországunknak a legeslegkeletibb csücske. És hát ugye azon a részen jönnek át az ukránok, legalábbis próbálkoznak vele, hogy jönnek át. Hát ugye a magyarok engedik, csak az ukránok nem nagyon. És hát ugye érdekes információkat hallottam ezzel kapcsolatban. Tehát olyanok is jönnek át, gondoljátok végig, akik a frontról jöttek. Tehát katonaként. Tehát megszöktek. És tudjátok, miket meséltek? Csak hogy miért kell nekik onnan elmenni? Most gondoljátok végig. Tehát Ukrajnából is sorozzák a férfiakat, vagyis a Kárpátaljáról is sorozzák a férfiakat. És tudod, meddig vannak a fronton? Meddig élnek a fronton? 3 percet átlagosan. Gondoljátok végig. Átlagosan 3 percet. Ezt azok mondják, akik onnan jöttek el. Tehát nem akartak harcolni, és eljöttek. 3 percet. Olyanokat csinálnak, hogy mit tudom én, nem lehet olyat csinálni, mint amit szoktak, hogy mondjuk van egy ukrán mesterlövész, és kilő egy oroszt. Rögtön kiszúrják a mesterlövészt, és az egész környéket megsorozzák az oroszok. Azonnal. Ágyukkal, bombázásokkal, érted? Úgyhogy ott akkor, aki azon a környéken van, ahol a mesterlövész van, akkor ott mindenki meghal. Tehát nem csak a mesterlövész, mindenki. Ezáltal ugye azt csinálják a katonák, hogy nem lőnek. Nem lőnek. Nem lőnek. Tehát gyakorlatilag gondoljátok végig, hogy csodálkozunk, hogy elmenekülnek a besorozandó férfiak, nem? Nem akarják megvédeni a hazájukat. Hát gondoljátok végig, esélyük nincs. Esélyük nincs. Tehát, hogy megvédjék, vagy hogy esetleg kikerüljenek a háborúból, érted? Tehát úgy értve, hogy hazajöjjenek épségbe a frontról. Tehát esélyük nincs. És hát ugye ott vannak nekem, ugye olyanokkal is beszélgettem, akik konkrétan találkoztak olyan emberekkel, akik onnan menekültek, tehát a frontról. És ugye azoknak a elbeszéléseiről van szó. Tehát olyan, hogy jönnek át a határon mondjuk gumicsónakkal, és az ukrán határőrök simán szétlövik a gumicsónakat. Simán. Tehát a Tiszán jönnek el. Még akkor is, hogyha már az a magyar részen történik, képzeljétek el. És akkor átszólnak, ugye az ukránoknak, hogy mi volt ez a lövöldözés, és akkor azt mondják, mi nem lőttük. És akkor dehogy nem, hát láttuk, meghaltak emberek. Hát csak figyelmeztető lövést lőttünk 2. Ilyenek. Értitek? És akkor mit tudom én, akik a gumicsónakban voltak, mondjuk 7, ott 3 meghaltak, ilyen. És akkor ez így rendszeres. Gondoljátok végig. Tehát most lelövik azokat, akik átjönnek, gondoljátok végig, akkor hát azok nem fognak menni a frontra harcolni már, mert lelőtték őket. Tehát brutál dolgokat csinálnak az ukránok. Nagyon. És akkor beszélgettem olyannal is, aki így mondja, nem ott él egyébként, hanem vendégségben volt éppen ott, és hát, hogy utána meg minket fognak megtámadni, mondom, kíváncsiuk van. Manapság nem a háborúból van a pénz, hanem a kereskedelemből.
Értitek? Hát a kereskedelem az sokkal nagyobb üzlet, mint a háború. Főleg most azoknak, akik háborúznak. Tehát az oroszoknak nem üzlet a háború, az veszteség. Értitek? Neki sokkal nagyobb üzlet a kereskedelem. Hát ők kereskedni akarnak a nyugattal, nem háborúzni. Akkor a baromságokat tudnak mondani emberek, hogy hihetetlen. Értitek? Tehát hihetetlen. Ezen egy kicsit állítok. Úgy látom, hogy... Igen. Szóval mondom, akkora, és ezáltal félelembe tartják az embereket. És az emberek elhiszik, de az emberek egy kicsit gondolkodnának, akkor rájönnének arra, hogy ma egy ország nem akar háborúzni. A fegyvereladás az biznisz. Az jó üzlet, érted? De nem a háborúzás. A háborúzás az sosem... Az régen volt jó a háborúzás, de a második világháború óta a kereskedelem egy országnak sokkal több bevételt hoz, mint a háborúzás. Hát ezért ugye nem háborúznak egy országgal, hanem próbálnak ugye betörni a piacára, és akkor és ott ugye fő domináns ország lenni, aki kereskedik avval az országgal, mert az hozza a pénzt. Tehát az oroszok sem háborúzni akarnak, tehát nem akarnak elfoglalni országokat. Értitek? Akkor mondhatjátok, hogy miért akarják elfoglalni Ukrajnát. Nem, nem, egyszerű. Nem akarják, nem is eszükbe se volt, hogy elfoglalják. Hanem mi történt? Ugye tudjátok, hogy mit akart a nyugat? Tehát a nyugat azt akarta, hogy Ukrajna NATO ország legyen. Ez teljesen egyértelmű. Tehát a nyugatnak az volt a törekvése, hogy Ukrajna NATO ország legyen. Na most ebben egy óriási gond van, tudjátok mi? Ha Ukrajna NATO ország lenne, akkor rögtön Ukrajna határáig lehetne rakétákat telepíteni, amivel már Moszkvát el lehet érni. Értitek? Tehát az ukrán határtól már nem 1000 kilométerre van Moszkva, hanem pár száz kilométerre. Érted? És hát ezt akadályozták meg, hogy ne lehessen a NATO-nak Moszkva közelébe rakétákat telepíteni. Világos ez? Mi ebbe a rossz? Mi ebbe a támadó jelleg? Mi ebbe a támadó jelleg? Az a támadó jelleg, érted? Hogy azzal fenyegették az oroszokat, hogy Ukrajnába fognak majd telepíteni, ahogy telepítettek Romániába, meg hogy hívják ezeket a litván és balti országokba, ahogy telepítettek, de azok még messze voltak Moszkvától, érted? De a ukrajnai határ, az bazi közel van, és akkor ugye mit csináltak? Azt csinálták az oroszok, hogy akartak csinálni egy széles, több száz kilométeres elfoglalt sávot. Ott Donbass meg ilyenek, és akkor azt elfoglalták. Hogy kellő távolságra legyen. Erre mit csináltak a hülye elmebeteg ukránok? Azt, hogy olyan rakétákat kértek, amivel átlövik azt a területet. Erre mit csinálnak az oroszok? Még nagyobb sávot csinálnak, szakítanak ki Ukrajnából, és minél nagyobb hatótávolságú rakétákat ad nekik a nyugat, ők annál nagyobb sávot fognak kiszakítani Ukrajnából. Azért, hogy ne tudjanak átlőni Oroszországba. Érted? Tehát semmi mást nem csinálnak, csak védekeznek. Tehát aki azt hiszi el, hogy az oroszok támadó jelleggel csinálják ezt az egész háborút, ha támadó jelleggel, tudod mi ez nekik? Ez nekik nem háború, ez egy konfliktus. Tudod mi a háború? Mikor a lakosságnak is ontják a vérét. Ők nem bántják a lakosságot. Nem bántják. Tehát lakossági célpontok ellen nincsenek támadások. Csak katonai jellegű,
illetve katonai célpontok ellen van. Persze lehet olyan, hogy megtorlás, amit csinálnak az ukránok, érted, múltkor is megtámadtak egy olajfinomítójukat Oroszországban, erre fogták, ők is megtámadták, amit tudom én, miüket, érted? Cserébe, válaszként, megtorlásként. Tehát gondoljátok végig, ezt most azért mondom, hogy lehet, hogy ez tiszta a ti fejetekben. Csak nem csak ti hallgatjátok az én előadásaimat, hanem rengetegen olyanok hallgatják, akik a díjmentest hallgatják csak. És nekem nem arról szól az életem, hogy én mindenkitől pénzt szedjek be. Óriási engem sose érdekelt a pénz. Én mindig meg tudtam teremteni az, ami a szükségletünk. Ahhoz, hogy én a szükségletemet megteremtsem a családomnak, ahhoz nekem nem kellene oktatásokat végeznem. Világos? Én egy olyan ember vagyok, aki gyakorlatilag minden területen, ahol az életemben működtem, nagyon jól meg tudtam állni a helyemet. Tehát nagyon jól. Tehát az lehetett műszaki terület, lehetett gazdasági terület, akármilyen, mindegyiken tökéletesen jól meg tudtam állni a helyemet. Tehát én nem azért tartok előadásokat, hogy én ebből pénzt keressek. Akkor mondják emberek, hogy de hát akkor miért kérek pénzt? A díjmentesért hol kérek pénzt? És a díjmentest összességében többen nézik, mint a nem díjmentest. Oké? Tehát én azt szeretném, hogy normálisan gondolkodjanak emberek. Mert az, hogy tévképzeteik vannak embereknek, azzal csak tönkreteszik a saját életüket. Világos ez? Tehát a tévképzetek, amit tévesen képzelnek bizonyos dolgokról, az helytelen következtetéseket, helytelen döntéseket hoz ki az emberekből. Érted? És ezáltal a saját életüket mérgezik, szó szerint. És azért vannak az ilyen típusú díjmentesek, mint amiről most is beszélek, hogy az emberek ne gondolkodjanak hülyeségeket, érted? Hogy majd jönnek az oroszok, és ha elfoglalták Ukrajnát, majd mi következünk. Ez akkora baromság. A mai világban nem látjátok át, hogy a mai világban a kereskedelem az üzlet. Nem a háború. A háború, tudod kinek üzlet? Aki a háborúba eladja a fegyvert. Nem azoknak, akik háborúznak. A háború az kész veszteség a háborúzó feleknek. Tehát azoknak nyereség, akik kihasználják a háborúkat, meg gerjesztik a háborúkat, de ők nem vesznek részt benne, érted? Akik felfegyverzik a háborúzókat. Na, azoknak üzlet, de nem a háborúzóknak. Ha valaki ma azt gondolja, hogy egy olyan világban élünk, ahol a háborúzás az üzlet, az valami, mintha 100 évvel el lenne maradva gondolkodásba. Hát jó, visszafejlődtél, nem mondom. Ha ezt gondolod. Szóval, jó, nekem van egy ilyen feladatom is, hogy helyes gondolkodás felé terelgessem az embereket. Mint például a múltkor találkoztam, az utcán megszólított egy ember, aki nézte, tehát nem tudok már lassan menni olyan helyekre, ahol ne szólítanának meg most is. Ugye voltam egy rendezvényen, elmondom, milyen rendezvényen voltunk, Lagziba hívtak minket, úgyhogy azért voltunk a hétvégén, ugye Tiszabecsen, és hát olyan emberek, akik sose találkoztam, megszólítottak, érted? Hogy nézik a videóimat. És a múltkor Budapesten mentem a belvárosba, és szálltam ki az autóból, mentem az autótól, parkoltam, mentem az autótól, és megszólítottak. A túloldalon volt az illető, érted? Az úton átszólt. Az úton átköszönt, ugye utána átmentem, beszéltem vele, és elmondta, hogy képzeljétek el, mit mondott. Hogy a Covid idején én tartottam bennük a lelket. Érted? A díjmentesek arról szóltak, hogy az emberekbe tartottam a lelket, hogy ne oltassák be magukat. Érted?
És azt mondták, hogy ők tartották, vagy én tartottam benne, bennük a lelket. Érted? Na most ugyanez. Tehát ha attól függ, mi van a világban, mi érint bennünket, nyilván azzal kapcsolatban, ami bennünket érint, helyesen kell gondolkodni. Az, hogy a világ másik felé mi van, az nem érint minket, érted? De az, hogy mi van a szomszédban, az érint minket. Az, hogy mi van velünk, az is érint minket. Azért érint a szomszéd dolga, mert emiatt rosszba lettünk, mint EU, és mint EU tagok, rosszba lettünk az oroszokkal. És emiatt ráfogják, hogy emiatt ugye szívunk, emiatt van infláció, emiatt van drágulások, emiatt van mit tudom, energiaáremelés, minden emiatt van. Ugye a háború miatt. Na mindegy, szóval csak hogy tiszta és világos legyen, hogy átlássátok ezeket a dolgokat. Tehát nem egészen úgy vannak a dolgok, ahogy azt a média leírja. Sőt, legtöbb esetben egyáltalán nem úgy van, ahogy a média leírja. Tehát én a Covid idején is, tudod, kikkel beszéltem? Nem az érdekelt, hogy mit írnak a külföldi történésekről, hogy mik vannak a Covid-dal kapcsolatban külföldön. Ez nem érdekelt, hanem olyan tanulókkal beszéltem, akik ott laknak a különböző országokban. Érted? És az nekem hitelesebb, hogy ők mit mondanak, hogy ott mi van, mint az, hogy mit ír a média, és nem egészen úgy történt, ahogy a média írta. Oké? Tehát odakint sem, meg itthon sem természetesen. Jó, szóval ugyanez a háború, nekem sokkal hitelesebb az, hogyha valaki átjön Ukrajnából, és megélte a dolgokat, és úgy beszél róla, nem mint újságíró ír róla. Érted? Szóval, egy olyan világban élünk, ahol igen fontos lenne a jó tájékozottság, tehát hogy jól tájékozott legyél, de azon kívül nem csak ez fontos, hanem az még fontosabb, hogy no nézzük, jó? Tehát tegyünk tisztába dolgokat. Tehát én sosem azt csináltam, mint sok ember csinálja, hogy amit tanultam, ahhoz ragaszkodok. Amit tanítottak nekem az általános középiskolába, ahhoz ragaszkodom. Én nem így működtem sosem. Én ahhoz, amit tanítottak nekem általános és középiskolába, vagy amit a média tanít az embereknek, én ezt nem ragaszkodom. Nem is ragaszkodtam sose. Tudod, mihez ragaszkodok? Ahhoz, ami nekem jó, meg az embereknek jó. Érted? Ahhoz ragaszkodom. Nem ahhoz, amit tanítottak. Tehát például, mondok példát, jó? Tanították az iskolákban azt, hogy mi magyarok honnan származunk. Kik a rokonaink? És akkor tanították azt, hogy a finnugorok. Érted? Nem ezt tanították? Ezt tanították. Még mai napig is ezt tanítják. Hogy a finnugorok a rokonaink. Jó? Én meg közben képeztem magam, és rájöttem, hogy ez hót hülyeség. Érted? Valami valóságtartalma van, mert például az ugorok, azok a hunok csoportjába tartozó nép, például Finnországban élnek lappok, akik kifejezetten ugyanúgy, mint mi hunok vagyunk. De erre mi hunok, mi magyarok, akik, ugye, nem tudom, ugye tanultuk azt, mindenki tanulta, hogy törzsekből állt a magyar. Hát ugye azt mondták, hogy a népvándorlás során, mikor bevándoroltunk a Kárpát-medencébe, akkor jött 7 törzs, nem? És akkor azt mondták, hogy ez 7 magyar törzs. Nem, el is fogadhatja az ember, de gondoljátok végig, külön törzs volt a székely, külön törzs volt a jász,
külön törzs volt a Kun, külön törzs volt a Palóc. Érted? Ez így külön törzs. És külön törzs volt a magyar. Olyan, hogy magyar törzs, Krisztus után 170-ig nem is volt. Olyan, hogy magyar nép, akkor hogy lehetett, ha magyar törzs sem volt? Hiszen a nép az a törzsekből állt össze. És ezt most miért mondom? Hát azért mondom, mert embereknek olyan maradi elképzeléseik vannak dolgokról, ezt példaként mondom, érted? Hogy ragaszkodnak ahhoz, amit az iskolában tanítottak, az iskolában az ellenkezőjét tanították volna, akkor ahhoz ragaszkodnának. Ezt tudod, micsoda? Ezt úgy hívják, hogy begyöpösödés. Tehát be van gyöpösödve az agya. És semmilyen más dologra, mint amit a múltban tanítottak neki, nem nyitott az agya. Érted? Nem nyitott. Hát ha az ember nem nyitott, akkor ezt tudod, mit jelent? Az, hogy jó, ha elássa magát. Szó szerint. Mert akkor oda való. Főd alá. Ez egy alapvető dolog, hogy egy ember nyitott legyen. Főleg egy olyan világban, ami folyamatosan változik. Ha egy világban élünk, amely folyamatosan változik, és nem vagyunk nyitottak, akkor úgy fogunk élni, mint mondjuk 100 évvel ezelőtt. Érted? Mert a szüleink sem voltak nyitottak. Mi sem vagyunk nyitottak. Nagyszüleink sem voltak nyitottak. Minek legyünk nyitottak? Érted? De ez nem a normális működés. Hát a normális működés, minél gyorsabban változik a világ, annál nyitottabbnak kell lenni. Mert a világ változik, akkor ahhoz képest mi lemaradunk. Ha mi nem vagyunk nyitottak, nem tudunk fejlődni a világgal. Figyeld, ha a világ rád ömleszt 100-szor annyi információt, mint 30 évvel ezelőtt, vagy 50 évvel ezelőtt, akkor neked 100-szor több olyan gondolattal kell rendelkezni, ami ellenáll ennek a töménytelen információnak. Érted? Olyan szinten ellenáll, hogy ki tudja szűrni, hogy mi a hamis, meg mi az igaz. Tehát olyan mértékben árasztják el az embereket manapság az információ halmazzal, hogy az emberek azt se tudják, hova kapják a fejüket. Szóval, lényeg az, hogy gondoljátok végig, hogy a mai világban sokkal, de sokkal inkább van arra szükség, hogy az ember tudással rendelkezzen, mint valaha. Tehát nézzünk egy másik példát. Jó, tehát itt voltak a hunok kérdése. Tehát ha az ember megnézi bármilyen népet itt a környezetünkben, ugye itt vannak a germánok, ugye az osztrákok a germánokhoz tartoznak. Fölöttünk vannak a szlávok, ugye a szlovákok, csehek, lengyelek, jobbra ukránok, szintén szláv, akkor szerbek, szintén szláv, akkor horvátok, az is valamilyen szláv. A románok az egy kutyulék, azt tudjuk. Hát az tényleg, hát most Dácsiából származni. Dákok, azok tudjátok, hogy kik voltak. Hát Dácsiába száműzték a római birodalomból a nem kívánatos egyedeket. A római birodalomnak Dácsia az olyan volt, mint az oroszoknak Szibéria. Érted? És a románok az gyakorlatilag a római birodalom száműzett polgáraiból alakult ki. Jó, azért mondom, hogy egy kutyulék. Ott aztán minden nép volt. Minden, amit el tudsz képzelni. Ahol a római birodalom volt, arra gyűjtötték a nem kívánatos személyeket. Jó? Na most csak, hogy ez tiszta és világos legyen. Persze, ők mondhatnak akármit, mindegy. Ez így van. Na, akkor nézzük tovább. Akkor itt vagyunk körülvéve különböző népekkel. Jó? És mind mit csinál? A germánok próbálnak visszanyúlni minél messzebb a történelembe,
hogy ők már mióta léteznek, és hol voltak, hol vannak. Mire van jogosultságuk, milyen területekre. Érted? A szlovákok kitaláltak maguknak történelmet, fogták, bevették a magyar történelmet, és az az ő történelmük. Jó. Na most a románok kitaláltak maguknak történelmet, ott volt a magyar történelem, fogták magyar történelmet, átvették saját történelmüknek. Érted? Az ukránok, ugye, azok Oroszországhoz tartoztak, mióta a világ a világ. Tehát gyakorlatilag nekik max orosz történelmük lehet. Azok is kitaláltak maguknak történelmet, érted? Tehát megnézed, minden ország fogjait körülöttünk szinte mindegyik kitalál magának történelmet, érted? Mi meg magyarok elhisszük azt, hogy mi nem is léteztünk. Mi csak úgy, valahogy, mondjuk ugye a honfoglaláskortól valahogy ide pottyantunk. Érted? És a világ, tehát próbáld meg, menj el Európában, nem is kell messzire menni, Európában. Mondd azt, hogy te magyar vagy. Tudod, mit csinálnak? Néznek rád, mint bálám a új kapura, érted? Azt se tudják, miről beszélsz. Azt mondod, hogy Hungary, Hungary, rögtön tudja, hogy mi az. Érted? Hungária, Hun. Megnézed, H betűvel vagyunk jelölve. Az a felségjelünk, a H betű. Érted? Sok, hogy hívják be, nem is ejtik a H betűt sok nyelvben. Sok nyelvben nem is létező betű a H betű. De mi H-val jelöljük magunkat, és kinyitod a számítógépet, és ott írják, hogy hu. Érted? A számítógépben is huként vagyunk, érted? Nem háként, huként. És ha ezt tovább nézzük, ott van, hogy N betű következik a H, az U után. Érted? Hun. És mi letagadjuk a hunságunkat. Pedig a hunság az 7000 éves, érted? 7000 éves. Vízözön előtti. Hoppá! De a vízözön 4500 éve volt. Vízözön előtti. A hunság. És ugye ez mind hun törzs, amit felsoroltam az imént. Ugye a székelyek, a palócok, a jászok, a kunok, stb. Stb. Magyarok. Ez mind hun törzs. De hun törzs volt például a lappok. Oké? Okay. Hun törzs volt a koreaiak, a japánok. Hoppá! Hun törzs volt. Érted? Akkor. És akkor az emberek még mindig ragaszkodnak ahhoz, hogy finnugor elmélet. Érted? De, mit tudom én, van egy hun gyűlés, érted? Mondjuk itt Magyarországon szokott lenni alapvetően, jönnek a világból, és mindenütt azt mondják, hogy a magyarok azok a legtávolabbi hunok. Ők mondják, érted? Hogy mi vagyunk a legtávolabbi hunok. Mi távolodtunk el legmesszebbre attól, ahol eredendően voltak a hunok. Ahonnan szétrajzottak. De mi nem vagyunk hunok. Csak azért mondom, mert például beszélgettem valakivel, aki ragaszkodott ahhoz, hogy finnugor elméletéhez van. Jó van akkor. Szegény. Tudatlan. Jó, tehát. Na most ezt miért mondom? Ezt csak példaként hoztam föl, abból a példából, hogy az emberek hogy gondolkodnak. Tehát ebben a világban nem lehet így gondolkodni. Hogy amit tanultam, úgy gondolkodom. Vannak, akik, mit tudom, azt tanulták, hogy nincs Isten, akkor onnantól kezdve nincs Isten. Érted? Van, aki azt tanulta, hogy ó, csak egy Isten van, annak meg nincs neve,
és az a kereszténységben van, és a többi Isten az nem létező, stb. Meg hogy az mind ugyanaz, csak másnak nevezik. Érted? Mindenfélét kitalálni, és akkor onnantól kezdve, hogy örök életre ezt gondolja. De értelmes lénynek kéne lenni, és egy értelmes lény azt talán tud gondolkodni, és azt mondja, hogy nem tök mindegy, mit tanítottak nekem. Hát most gondoljuk végig. Tehát mi lenne a legfontosabb az életedben? Na válaszoljatok! Mi lenne a legfontosabb az életedben? Nem tudjátok? Nem tudjátok. Hát, hogy mindig jól érezd magad a bőrödben, nem? Nem ez lenne a legfontosabb? Tegye már föl valaki a kezét, akinek nem ez lenne a legfontosabb, hogy mindig jól érezze magát a saját bőrében. Nem tette föl senki a kezét. Hát nem ez lenne a legfontosabb? Oké, tehát az lenne a legfontosabb, hogy jól érezd magad a saját bőrödben, nem? Hát ha te jól érzed magad a bőrödben, akkor másnál is el tudod érni, hogy jól érezze magát a bőrében, nem? Ha te szarul érzed magad, hogy érzed, hogy fogod elérni, hogy más jól érezze magát a környezetedben? Tehát, na most, gondold végig, mi kell ahhoz, hogy jól érezze az ember magát a bőrében? Sok minden kell hozzá, nem egy dolog, sok minden. Az is, hogy például én ne egy szemét, nép, hogy hívják, szemét, nép, fiaként érezzem magam. Ez is része annak, hogy az ember jól érezze magát, nem? Vagy rosszul gondolom? Tehát az embernek, hogy legyen önbizalma, ahhoz mi az kell tudnia, hogy hát egy szemét nép, egy semmire való nép fia vagyok. Gondold végig. Hát az ember, most gondold azt. Na, akkor mondok másik példát. Ott van az életed történései. És az is hitkérdés, hogy miben hiszel, hogy nézel a saját életedben a történésekre. Azok az emberek, akiknek nincs Isten, ott az életükben minden véletlenül történik. Na most, ha véletlenül történik a dolog, bármi az életében, akkor mi lesz? Az lesz, hogy ő nem befolyásolhatja a történéseket. Nem? Jó az, hogy minden az ez túlzás, de a legfontosabb dolgok azok véletlenül történnek. Ezáltal ő nem tudja befolyásolni az életét. Na most, ha egy ember nem tudja befolyásolni az életét, szerinted úgy tudja alakítani az életét, ahogy akarja? Ki van csukva? Ha nem tudja úgy alakítani az életét, ahogy szeretné, akkor jól fogja érezni magát a bőrében? Tehát mi a legfontosabb, amit az ember az életében kell, hogy megtegyen? Hogy mindig jól érezze magát a bőrében. Nem? Tehát ez lenne a legfontosabb. Tehát ehhez sok apró dolog jön. Például az is, hogy az ember ne azt higgye, hogy nem befolyásolja az életét, hanem azt, hogy igenis befolyásolja az életét. Érted? És igenis tőle függ az élete. Világos ez? Gondold végig, neked melyik a jobb? Hogyha semmi nem függ tőled, vagy ha minden tőled függ. Na most, ha minden tőled függ, akkor az biztos, hogy egy dolgot fel kell emelni. A tudásodat, és a tudásod által előjönnek a képességeid is. Ez biztos. Ha semmi nem múlik rólad, rajtad, akkor tök jó hülyének lenni. Vagy nem? Mert akkor minek a tudás? Hát úgyse tőled függ semmi. Vagy bármi. Hát akkor minek kell tudás? De gondold végig, ha minden a szerencsén függ, akkor hogy irányítod az életedet? Hogy leszel olyan,
hogy aki jól érzi magát a bőrében minden helyzetben. Mellékesen a második részben egészségteremtő coach képzésünk van, aminél igen fontos az, hogy az ember jól érezze magát a bőrében. Mert aki beteg, az nem érzi jól magát a bőrében. Logikus, nem? Tehát gondold végig. Gondold végig. Tehát ahhoz, hogy az ember jól érezze magát a bőrében, el kell döntenie, hogy miben hisz. Ha te szaralak akarsz lenni, akkor higgy a szarban. Ezt tudom mondani. Érted? Tudom, hogy akik ti itt vagytok, akik itt tanultok, azok már normálisan gondolkodtok. Mondom azoknak, akik nem tanulnak itt. És azok vannak többségben. Világos ez? Tehát az a legfontosabb, hogy az ember jól érezze magát a bőrében. De ahhoz, hogy jól érezze magát a bőrében, helyesen kell gondolkodni. Ahhoz, hogy helyesen gondolkodjunk, helyes hitrendszerrel kell rendelkezni. Nem helytelen dolgokban, lehúzó dolgokban kell hinni, hanem felemelő dolgokban kell hinni. Olyan dolgokban kell hinni, ami inkább büszkeséggel tölt el, és nem bánattal, érted? Tehát most melyik a jobb neked? Hogyha élsz egy olyan nemzetbe, amelyik jobb, ha pusztulás lesz belőle, érted? Vagy egy olyan nemzet, amelyik a világtörténelem legnagyobb dolgait csinálta meg. És ez igaz, ez nem is hazugság. Ha mondj még egy olyan népet, talán még a kínai utánunk, érted? Amelynek akkora történelme van, mint nekünk. Oké? Okay. Mit gondolsz, a kínaiak miért tudnak úgy haladni? Tudod miért? Mert van múltjuk. Ha egy népnek nincs múltja, akkor nincs jövője. Ez egy szabály. Érted? Tehát a népek nem most alakulnak ki. A népek kialakultak évszázadok, évezredek előtt. Évezredekkel ezelőtt. Érted? Tehát normális hitrendszert kell kialakítani. A normális hitrendszerhez hozzátartozik az, hogy te igenis tudod befolyásolni az életedet. És igenis. Gondold végig, melyik a jobb neked? Hogyha mindent neked kell, meg mindenért neked kell megküzdeni, vagy kaphat segítséget. Melyik a jobb? Tudom, hogy vannak olyan tökkel ütött emberek, akik azt gondolják, hogy neki se segítsenek majd, ő mindent kigyötör magából. Hát mert bolond az illető, ilyen mazovista, tudod. Na, melyik a jobb? Hát az, hogy segítséget kapsz, nem? Tehát képzeld el, nem csak emberektől tud segítséget kapni, hanem szellemlényektől is. Érted? Igaz, hogy nem mindegy, hogy milyen szellemlénytől kér segítséget, nem mindez, hogy mindegy, hogy negatív szellemlénytől kér segítséget, vagy esetleg pozitív szellemlénytől kér segítséget. Teljesen nem mindegy. Na most. Van egy másik, ehhez kapcsolódó dolog. Mindenki hallott már olyan szóról, hogy Isten, nem? Ki az, aki hisz valamilyen szinten a Isten? Olyanba, hogy Isten. Szuper, nagyon jók vagytok. Oké. Okay. De vannak, akik nem. Most szerinted, aki nem hisz az Istenbe, annak jobb? Hát eleve ott úgy néz ki, hogyha megnézed azokat az embereket, akik hisznek Istenbe, és azokat, akik nem, akik nem hisznek, azok közt sokkal több a bűnöző. Tehát sokkal több olyan ember van a börtönökben, akik nem hisznek semmiféle istenségbe, mint azok, akik hisznek. Na, erre vagyunk gombot.
Érted? Tehát a börtönöket kell megnézni. Tehát Isten. Na most akkor van egy másik kérdés is. Neked melyik lenne a jobb? Ha lenne saját Istened, amelyik segít, vagy egy Isten van, aki segít mindenkinek. Szerinted egy Isten hogy tud segíteni mindenkinek? Ha? Mert ő a mindenható? De ő ugye akkor az a mindenható, az nem hisz senkiben, mert nem bízik meg senkiben, hogy az segítsen másoknak. Érted? Ez valahogy nem stimmel a dolog. Na mindegy, nem is ez a lényeg. Hanem az a lényeg, neked melyik lenne a jobb? Hogy van egy Isten, és az mindenkinek segít, vagy neked van saját? Uh-huh. Tessék? Mind a kettő, de ha választani kell, ez vagy az? Ha van saját, nem? Így van. Hát ott van. Tehát mindenkiből nincs olyan ember, legalábbis a magyarok között, akik ismerik ezt a kifejezést, hogy ne fakadt volna ki, hogy ja Istenem, még a nem hívők is. Ezért mondják azt, hogy a zuhanó repülőn nincs ateista. Ott nincs ateista. Mert ott mindenki elkezd fohászkodni az Istenéhez, érted? És nagyon érdekes, mert amikor azt mondod, hogy ja Istenem, akkor nem azt mondod, hogy ja Istenünk. Senki nem mondja azt, hogy ja Istenünk. A szavunkban nincs ez benne, hogy ja Istenünk. A szavunkban az van, hogy ja Istenem. Az azt jelenti, hogy az enyém. Nem ismered a ragozást, nyelvtanból kik megrúgtál, vagy mi volt? Vagy nem jártál nyelvtanórákra? Ja Istenem! Az azt jelenti, hogy az enyém. Nem a tied, az az enyém. És a tied meg nem az enyém. Érted? Világos ez? Az azt jelenti, hogy van. Van. Érted? Van neked. Attól, hogy eddig nem kommunikáltál vele, az a te személyes, szociális problémád. És mi lenne, megtanulnád, és tudnál vele kommunikálni? És mi lenne, hogyha észrevennéd onnantól, hogy segít? Képzeld el, tudjátok, hány embert tanítottam már erre az elmúlt 14 évben? Nagyon sokat. És tudjátok, mit mondtam? Hogy megtapasztaltam. Tehát előtte eszébe nem jutott ilyen, hogy neki van. És utána megtapasztalta, hogy neki van. Sőt, azt is, hogy kap segítséget. És egy sem mondta azt, akinek ezt tanítottam, és elkezdte gyakorolni, a egyetlen egyszer se, egy ember sem mondta azt, hogy nem volt igazam. Mert ő azóta se tapasztalta meg. Senki nem mondott ilyet. Oké? Most gondold végig. Az, hogy van egy maradi olyan tanítás, amivel téged arra manipulálnak, hogy minél butább, tudatlanabb ember maradj, meg legyél, érted? Miért kell hozzáragaszkodni azokhoz a tanításokhoz? Miért? Miért nem válsz nyitottá arra, hogy olyan tanításokra hallgass, ami jó neked. Érted? Ami a hasznodra tud lenni, és nem ellened van. Érted? És hát ehhez hozzátartozik sok-sok információ. De vannak ilyen alapdolgok, érted? Amiről most beszéltem. És ez a sok-sok információ annak a része, hogy mi tanítjuk az embereket. Tehát nyilván, amit itt hallasz a díjmentesben, az nem tanítás, azok csak információ. Ilyen elgondolkodtató információ.
Mert ahhoz, hogy az ember változzon, bevezessen olyan dolgokat, ami törli a régi információkat, az egy folyamat. Az egy módszer, amit az ember használ rendszeresen. És az ember elkezd változni. És tudjátok, mit látok? Azt látom, hogy aki ide jön tanulni, nem csak hallgatja a díjmentest, azok változnak. És nem keveset változnak. És jobbá válik az életük. És ugye, mi lenne az embernek a legfontosabb az életében? Hát, hogy mindig jól érezze magát a bőrében, nem? Hát ez egy cél. Tehát akkor tudsz jó lenni, ha jól érzed magad a bőrödben. Amikor nem érzed jól magad a bőrödben, akkor te nem vagy jó. És más sem azt érzékeli, hogy te akkor jó vagy. De akkor, ha jól érzed magad a bőrödben, akkor más is azt érzékeli, hogy te jó vagy. Érted? Hát most gondold végig. Mondjuk születik egy gyerek, és az anyuka kiegyensúlyozott volt. Akkor születik egy kiegyensúlyozott baba. Néha van valami gondja, amikor éhes, vagy bepisít, vagy bekakilt, vagy álmos éppen. De ha ezek a problémák nincsenek, akkor békésen szemlélődik. És az ég adta világon semmi baja van. Semmi baja nincs, és rá van. Tehát az arcára van írva, hogy ő milyen jól érzi magát. Érted? Tehát ebből a helyzetből, gondold végig, emberként hova jutottunk? Illetve emberek hova jutottak? Hogy nem az a fontos, hogy jól érezzék magukat a bőrükben. Itt voltatok, vagy itt vagytok, mit tudom én, hányan, sokan, és nem tudtátok megmondani ezt az egyszerű választ. Pedig holt egyszerű, nem? Ha jól érezzük magunkat a bőrünkben. Miért? Mert akkor helyesen működünk minden területünkön az életünkön. Mik ezek a területek? Tehát itt van 10 életterület. Hogy hova álljok, hogy lássátok ide. Itt van 10 életterület. Nem kellene ezeken a területeken jól működni? Az a jó, hogy nem működünk jól ezeken a területeken? Én nem hiszem. Tehát ugye az lenne a fontos, hogy ezeken a területeken legyen elég tudásunk ahhoz, hogy jól tudjunk működni. És ha jól érezzük magunkat a bőrünkben, mert ezeken a területeken jól működünk, akkor egy biztos pont vagyunk az emberek számára a világban. Érted? Abban a környezetben, ahol élsz, te egy biztos pont vagy. Érted? Mert te egy stabil ember tudsz lenni majd akkor, ha ezeket a területeket jól működteted. Nyilván ez nem egyik napról a másikra jön létre, hogy jól működnek a területek, de egyre jobban lehet működtetni ezeket a területeket. És ehhez mi megadjuk a tudást az embereknek. Rendszeresen adjuk meg a tudást az embereknek. Minden héten 2-szer, ugyanazokban az időpontokban, minden héten szerdán 18 órakor, minden héten vasárnap, 16:30. Az első rész az egy olyan 1 és 1 és 4 órás rész, a második rész az egy ilyen 1,5-2 órás rész. Közte van egy szünet. A 1,5-2 órás részben ott képzés van ezekről a területekről. Az első részben szemfelnyitás van. Oké? Okay? Pofoszkodás van, hogy végre ehhez térjél már. Érted? Képletesen pofoszkodás természetesen. Nem mi kapjuk a pofont el.
Mert ugye az fáj, ami talál. Ami nem talál, az nem fáj. Ami nem inged, az nem veszed magadra, hogy mondja a mondás, ugye? De az embernek inge, akkor öltözködik. Jó, tehát itt az első rész arról szól, hogy fölnyissuk a szemeteket arra, hogy igenis ebben a világban nagyon fontos a helyes információ. És nagyon fontos az, hogy helyesen működjön az ember ezeken a területeken. Jó? És ha bármi van, akkor mindig legyen megoldásod. Jó? De ahhoz kell egy közösség, mert az ember elakadhat, érted? És akkor kaphass náladnál tapasztaltabb emberektől, nálunk ezt úgy hívják, hogy vezető, kaphass olyan információt, amivel boldogulsz, és tovább haladsz, érted? Tovább lépsz az elakadásból. Érted? De ez kell egy közösség. Egy olyan közösség, ami... Mit jelent a közösség? Akkor beszélünk közösségről, ha az emberek találkoznak egymással. Az nem közösség, ha nem találkoznak egymással. Oké? És ugye szükséges a közösséghez az, hogy valamilyen rendszerességgel találkozzanak egymással. Nem véletlen mondták mindig a papok, hogy legalább vasárnap gyere el a misére. Nem? Még ezt mondták. Mert akkor beszélhetünk valós közösségről, hogyha legalább hetente egyszer találkoznak. Nálunk hetente kétszer is lehet találkozni. Sőt, van, hogy még többször lehet találkozni. Oké? Tehát miért nem akarsz bekerülni egy olyan közösségbe, ahol az emberek meg fontos, hogy jól érezzék magukat, érted? És ezért teszünk, hogy jól érezzék magukat. Egy olyan közösségben, ahol az embernek van kivel kommunikálni, hasonszőrűek, ahogy ezt szokták mondani. Tehát van közös téma, és nem a hülyeségről beszélnek, hanem ami az ő személyes fejlődésükhöz hozzájárul. Olyan témákról. Érted? Na most gondold végig, beszéltem itt arról, hogy képzés. De lehet, hogy neked van olyan tapasztalatod, hogy már voltál ilyen-olyan, amolyan képzéseken, és igazából nem adott semmit, csak kifizetted a pénzt. Hát ez nem ilyen. Nem lennénk piacvezetők, ha ez ilyen lenne. Érted? Piacvezetők vagyunk. Messze itt tanulnak a legtöbben ilyen dolgokat. Érted? Egy. A másik, hogy megfizethető legyen a képzés. Megfizethető. Bárki számára megfizethető. Tehát lehet, hogy te tapasztaltál olyat, hogy olyan brutális árakon kértek ugye a tanulásért pénzt, hogy azt mondtad, hogy nem érte meg, vagy el sem mentél. Hát most olyan képzéseket nyújtunk ezen a területen, havi szinten, havi képzés az 30 óra. Körülbelül az értéke 200 ezer forint. Tehát, hogyha máshol szeretnél ilyen tudást, így összefoglalva nem fogsz találni máshol ilyen tudást, csak úgy mondanám, kb. 10-15 helyről tudnád összeszedni azt a tudást, ami itt egy helyen megvan. Jó? De lehet, hogy 10-15 helyről sem. És ha máshol csinálnád meg, 200 ezer forint alatt 30 óra ilyen típusú tudást nem kapnál meg. Oké? Okay? 200 ezer forint alatt. Az azt jelenti, hogy óránként majdnem 7 ezer forint. Jó? Nálunk ez óránként 420 forint. Érted? 420 forintért egy első osztályost nem korepetálnak óránként.
Érted? Nem, hogy egy felnőttet tanítanak. Tehát te ilyen áron tudást sehol nem kapsz. Miért ilyen áron van nyújtva? Nem azért, a megnézett 200 ezer az értéke. Tehát, hogy megfizethető legyen. Mert nem az a cél, hogy én lehúzzalak benneteket. Érted? Tehát elmegy tudás, mi tudod, mi a tudás? Módszer. Az a tudás, amiben van módszer. Az nem tudás, hogy azt mondják, hogy te ilyen vagy, ne ilyen legyél, hanem olyan. Jó, de hogy jussak oda? Hát azt talált ki. Ez nem tudás. Az a tudás, ahol mondják, hogy innen ide juthatsz ezzel a módszerrel. Érted? És ez azt jelenti, hogy mi módszert adunk az embereknek, hogy képesek legyenek tényleg A-ból B-be eljutni. Képesek legyenek tényleg fejlődni. Tehát módszer. És ezt ugye úgy lehet elérni, hogyha az ember rendszeres képzést kap, és úgy lehet elérni, hogyha egy közösségben segítséget kap, ha elakad. Érted? Mert ez a legnagyobb probléma, hogy az emberek elakadnak, és nem kapnak segítséget. Tehát, ha más előadó elmegy képzésre, akkor mondjuk, tudom én, tart óránként 7000 forintért képzést. És azt fogja, zsebre vágja. Jó, abból van valamennyi költsége, de az az övé. Érted? Nekünk ennek a potom összegnek a 76%-a, tehát több mint 3/4 visszajuttatásra kerül azok részére, akik hozzájárultak ahhoz, hogy az emberek itt tanuljanak. Érted? Tehát hogyan lehet hozzájárulni, hogy valaki itt tanuljon? Hát ha itt tanul, ő saját maga, és szól másoknak, hogy ő itt tanul, jöjjön ő is. Érted? Erre módszereink vannak, hogy hogy kell csinálni. Jó? Ezáltal ugye hatékonyan lehet csinálni. És akik a módszer szerint szerveznek, azoknak vannak úgynevezett tanulóik. Nem ők tanítják a tanulóikat, hanem én. Jó? Tehát a tanulókat én tanítom. Mire? Az élet és emberismeretre. Tehát ezekre. Jó? Az, hogy például hogyan szervez embereket, azt már nem csak én tanítom, hanem mások is. Jó? És vannak olyan vezetők itt a PPA-n belül, akik nyilván a saját csoportukban, a saját tanulóiknak egyéb különböző dolgokat is tanítanak. Jó, tehát mit tudom én mondjuk, meditálni tanítanak, vagy bármi mást, jó? Csak most eszembe jutott egy dolog. De ezeket a dolgokat én tanítom. És lényeg, hogy gondold végig, bejön a tandi, és annak a 3/4 az kifizetésre kerül. Akkor biztos a pénzért csinálom, nem? Tehát én nem elrakok havi 200 ezer forintos tandíjból, mit tudom én, 150 ezeret, érted? Hanem a bevételnek, a tandíjaknak a 3/4-ét kifizetem. Érted? És azok, akik szervezésben részt vesznek, őket társként kezelem. Érted? Társként. Üzlettársként. Érted? Mert ők egy saját üzletet hoznak létre azzal, hogy van saját csoportjuk. Érted? És vannak, akik ebből élnek, mint jövedelemforrás. Érted?
itt a tanulók közül. Tehát ez bárki megteheti, nem csak egyesek tehetik meg, bárki megteheti. Nálunk van karrier. Attól függően, hogy hány fős a tanulói csoportja, akit ő szervezett. És képzeld el, minél nagyobb a tanulói létszáma egy vezetőnek, annál magasabb karrier szintet ér el. Ez pontosan meg van határozva. És képzeljétek el, hamarabb értek el karrier szinteket, mint én. Mindenki, aki vezető. Hamarabb ért el vezetői szintet, mint én. Én ugye ezt 14 évvel ezelőtt kezdtem el. És mindenki hamarabb ért el, mint én. És akkor mondhatod azt, hogy könnyű nekem? Mikor én lassabban haladtam, mint bármilyen vezető? Oké? Hát miért könnyebb neki? Mert kapnak segítséget, kapnak módszert. Én meg úttörő voltam. Nekem mindent saját magamnak kellett kitalálni, nekem nem segített senki. Érted? Szóval, egy közösségben várunk téged, ahol ennek a közösségnek van egy nagy küldetése. A nagy küldetés pedig az, hogy a tudást átadni az emberiség számára. Tudod miért? Mert ha az emberiség elbutul, akkor megyünk a levesbe. Akkor elpusztul ez az emberiség. Jó? És ez nem messze van, ez az elpusztulási időpont. Oké? Tehát 2035-ig vagy elpusztul az emberiség, vagy elkezd tudatosodni. Érted? Ez a választás. Nincs más választás. Nem kell abba hinni, hogy elpusztul. Én meg tudom. Ez a különbség. Tudod? Tehát kongatjuk a vészharangot, megmentjük az emberiséget, érted? És az emberiséget nem a tudatlansággal, a butasággal, a hülyeséggel lehet megmenteni, hanem azzal, hogyha az emberek boldogulnak az életükben, érted? És ha boldogulnak az életükben, kit érdekel, hogy ki mit mond? Gondold végig. Ha te boldogulsz, akkor kit érdekel, hogy ki mit locsog, milyen hülyeséget? Nem? Vagy rosszul látom? Tehát mi a legfontosabb? Vagy mi lenne a legfontosabb? Hát, hogy jól érezd magad a saját bőrödben, nem? És minél tovább, minél tartósabban jól érezd magad a bőrödben, nem? Itt van a lehetőség, hogy tegyél érte. Jó? Máshol úgyse fogod ezt megkapni. Sehol. Jó? Mert megnézed, máshol ez úgy fog működni, hogy a vezetőnek az a legfontosabb dolga, hogy minél több pénzt rakjon a zsebébe. Oké? Köszönöm szépen a figyelmeteket, visszaadom a szót a házigazdáinknak, szeretlek benneteket, sziasztok! Szeretném megköszönni vezetőnknek, Szedlacsik Miklós mesterkócsnak ezt a rendkívül érdekes képzést. Életem egyik legjobb döntése volt, hogy csatlakoztam a PPH-hoz. Azóta az életemben több jelentős pozitív változás is történt. Mondok egy példát. Szerintetek az emberek hogyan kezelik a váratlan helyzeteket? Régebben, ha valami nem úgy jött össze, vagy nem sikerült egyáltalán, vagy kisebb-nagyobb gondom lett, akkor mit gondoltok, mit csináltam? Hát problémáztam rajta, stresszeltem, rágölcsöltem, ráfeszültem, idegeskedtem. Esetleg okoltam, bántottam másokat, miatta, itt van a szomszédba. Miért? Hát, mert nem értettem az összefüggéseket. Nem értettem, minek mi az oka. Mi az értelme?
Hát fogalmam nem volt arról, hogy mik azok az okozati összefüggések, ahogy működik ugye az életünk, ahogy az ember működik. Másrészt igazából megoldásom sem volt rá, vagy csak eléggé nehezen. Mióta a mesterünktől tanulok, már több mint 7 éve, folyamatosan, egy húzomba, tehát nem hagytam ki egy napot sem, egy hónapot sem. Azóta sokkal jobban értem, minek mi az oka, az értelme. Ezért el tudom fogadni, hogy az értem van, és nem ellenem van. Ezért már nincs rossz érzés, vagy nagyon kis ideig tart. Ráadásul mindenre van megoldásom. Vagy ha esetleg nem lenne, akkor utána nézek a képzéseim jegyzeteiben, vagy hangfelvételeiben, amit ugye letöltöttem. Illetve amennyiben nem találom a megoldást, akkor pedig megkérdezem a vezetőnket, a mesterünket. Szerintetek minden ember pontosan ismeri a küldetését, amiért megszületett? Vagy mindenki ismeri az életfeladatát? Tudjátok, hogy mit látok? Emberekkel beszélgettek. Azt, hogy rengeteg az elveszett ember. Én ezt látom. És ezt nagyon jól lehet látni, hogyha emberekkel beszélgetünk. És egy kicsit ebből a szemszögből is vizsgálódunk. Mit jelent ez? Fogalmuk sincs, hogy hol vannak, miért vannak itt a Földön, mi lenne a dolguk. Ezért azt látom, nem is boldogok, és tele vannak problémákkal. Milyen problémákkal? Anyagi, családi, baleseti, egészségügyi. És ami a legmegdöbbentőbb, hogy nem is értik, hogy miért. Na, pont így voltam én is. Korábban, nem most. Nem mostanában, hanem korábban. Még a PPH előtt. Nem tudtam, hogy miért vagyok itt. Nem ismertem a küldetésem. És az életfeladatomat sem ismertem. Azt sem tudtam, hogy egyáltalán létezik ilyen. És tudjátok, hogy mit éreztem magamban? Ürességet. Céltalanságot. Boldogtalanságot. Nyugtalanságot, bizonytalanságot éreztem magamban. És még ennek tetejébe elveszettnek is éreztem magam itt legbelül. Éreztetek már hasonlót? Valamikor, korábban, bármikor. Fiatal korotokban, felnőtt korotokban. Volt már hasonló érzésetek? És mit gondoltok, mi történt? Ennek már vége. Ezeknek a rossz érzéseknek már vége. Vége van. Miért? Mert mesterünktől ezeket is mind megtanultam. Ismerem a küldetésem, az életfeladatom, és sok minden mást is. És ezt tudjátok, hogy milyen érzés? Mintha nagy terhek, mázsás súlyok kerültek volna le rólam. Felszabadultabb, nyugodtabb, magabiztosabb, és sokkal céltudatosabb lettem. És természetesen lett egy csomó felismerésem is. Úgyhogy nagyon hálás vagyok mesterünknek, Szelecsik Miklósnak, amiért tőle tanulhatok folyamatosan, már több mint 7 éve, ezáltal egyre jobb az életem minden területe. Szóval neked is azt javaslom, hogy ne halogass, hanem már most kezd el a tanulásodat, és szerezd tudást, módszereket, felismeréseket, hogy egyre jobb legyen az életed minden területen. Nekem is életem legjobb döntése volt, amikor csatlakoztunk a PPH-hoz. Hát igen, ennek már több mint 7 éve, és visszagondolok többször a PPH előtti életünkre. Ugye éltük mi is azt az életet, amit a legtöbb ember céltalanul, igazából
azt sem tudtuk, hogy miért dolgozunk, miért élünk, mit miért teszünk, és amikor csatlakoztunk férjem nagybátyja által, akkor indultunk el azon az úton, aminek most a hát, aminek most élvezzük a következményeit. És még nem vagyunk a végén. És még mennyi minden vár ránk. Hát, nagyon-nagyon jó érzés az, hogy tartozunk valahova, egy olyan közösséghez, ahol bármikor a segítségünkre áll a mi mesterünk és a kedves felesége. És egy csodálatos csapat áll mögöttünk, akikkel folyamatosan kommunikálunk, és biztatjuk egymást. Sokszor van az, hogy mi is, ránk is ránk fér azt, hogy egy kicsit segítsen valaki egy beszélgetéssel, vagy pár jó szóval, mikor kibillenünk a jó hangulatból. De hála Istennek ez már egyre kevesebbszer fordul elő, és ha elő is fordul, akkor hamar vissza tudunk kerülni a módszerek által, amit a mesterünktől tanulunk. Többen itt a környezetünkben látják azt, és meg is jegyzik azt, hogy változtunk. De mikor próbálom nekik elmondani azt, hogy mi által. Egyre többször veszem azt észre, hogy bezárkóznak emberek. Mert amikor azt hallják, hogy ugye ezekért a változásokért kemény önismereten megyünk át, kemény felismerések által jutunk egyre előrébb a célunkhoz és a küldetésünk felé, és megijednek emberek ettől, hogy ők hogy tudnak megbirkózni problémákkal, régi rossz beidegződésekkel. De nem értik azt az emberek meg, hogy higgyék, hogy van segítség, és itt vagyunk mi is, és itt van a mesterünk, és annyi mindenkinek olyan élethelyzeteket megoldott már, segített megoldani, hogy el sem tudjátok képzelni. Hát nekünk is a párkapcsolatunk, az anyagi helyzetünk, sorolhatnánk számos területen egészség problémáink voltak. És igencsak voltak súlyosabb problémák is. És csodálatosan megoldottuk ezeket a mesterünk segítségével. És bármikor bármi gondunk felmerül, nem tudjuk megoldani, akkor hívjuk, és beszélgetünk, aztán a beszélgetés által mindig, már a beszélgetés végére olyan jó állapotba kerülünk, olyan jó hangulatba, és így megkapjuk a módszert tőle, és sokkal könnyebb megoldani így mindent. Hát el nem tudom képzelni az életünket, elmondtam már többször a PPH nélkül, hogy hol lennénk, mert tényleg számos dolog volt, amin a mesterünk által sikerült átlendülnünk. Például itt volt az a Covid is. Igen, bennünk is tartotta a lelket. Igen, keményen. Meg nagyon sokunkban itt. És néha olyan céltalan, olyan kiszámíthatatlan a világunk, de mióta ismerjük a mesterünket, azóta biztonságban érezzük magunkat. Mert tudjuk azt, hogy úgyis minden értünk van, és a fentiek úgyis, ha tesszük a dolgunkat, azt, amiért ide leszülettünk, akkor úgyis segíteni fognak, és bántódásunk nem eshet. És igen, akik itt tanulnak, ők is folyamatosan számolnak arról be, hogy jelentősen jobbá vált az életük minden területe. És még egyszer mondom, hogy olyan élethelyzeteket
hallunk, látunk itt a PPH-ban, hogy összeteszünk a két kezünket, hogy Úristen, mi hittük azt a mi problémáinkról, hogy milyen súlyosak, és ők is meg tudják oldani. Mindenre van a mesterünknek megoldása. És csak ehhez kellünk mi is. Ehhez akarnunk kell a változást, akarnunk kell azt, hogy jobb életünk legyen. Mert ő hiába akar rajtunk segíteni, vagy mi hiába akarunk bárkin segíteni, hogyha az illető nem szeretné, elzárkózik ettől. És hát, a jót akarni kell. Igen, a jót akarni kell. És hát azt javaslom mindenkinek, hogy ne halogasson, és kezdje el jobbá tenni az életét. Kezdje el nálunk a tanulást, és tapasztalja meg azokat a csodálatos dolgokat, amiket mi megtapasztaltunk már itt. És még tudom, hogy számtalan nagyon jó dolog vár még ránk. És szeretettel várunk mindenkit. Ennyi volt. Akik kitartóan itt tanulnak, mindenki arról számol be, hogy jelentősen jobbá vált az élete. Azt javaslom neked is, hogy ne halogass, kezd el a Nyílt Akadémiánál tanulást, most, és biztos, hogy te sem fogod megbánni, ahogy mi sem. Minden szerdán és vasárnap este havonta átlagosan 30 óra képzésünk van. Havi 200 ezer forint értékben kapsz mindennapokban használható ember- és életjobbító képzést. De most akciósan mindössze 19.700 forintért. Sőt, a második hónaptól csak 12.500 forintért. Ráadásul most ingyen kapsz egy szabad életet eredményező, jövedelemszerző lehetőséget is. Ha megteheted, próbáld ki 3 hónapra a tudást, a 3 hónap most csak 44.700 forint. Amennyiben szimpatikusnak tűnik számodra az ajánlatunk, a személyes részvételed esetén most egyszer betekinthetsz a szünet után kezdődő coach képzésünkbe. A szünet után egészségteremtő 3 coach képzésünk lesz, amelyen ha szeretnél részt venni, akkor várunk szeretettel. Ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, akkor örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél bennünket, és akkor elköszönünk tőled. Most pedig 30 perc szünet következik. Köszönjük szépen!